Azt már tudom, hogy Magyarország nagyon jó helyen áll a világon, ami a napraforgó termesztést illeti. Tápió Szentmártonban pedig nem csak az derült ki, hogy jó érzés beledőlni a szotyiba, hanem az is, hogy ez az egyik legnépszerűbb étolaj alapanyag, mert hogy tele van egészséges anyagokkal. És ahogy Majoros Mátétól, az Aranyszarvas ZRT kollégájától megtudtam, ugyanaz időjárást még mindig nem lehet befolyásolni, de sok mindent tehet a gazda, hogy jó legyen a termés. Ezúttal arra keresem a válaszokat, hogy miben segíthetnek azok, akik a vetőmagot biztosítják. Nagyon fontos, hogy olyan hibrideket tudjunk kínálni a termelőinknek, amivel maximalizálni tudják a napraforgó termést. A hibrid a napraforgó nemesítésben azt jelenti, hogy a növény öntermékenyítésével kiemelnek és felerősítenek olyan tulajdonságokat, amelyek gazdaságosabbá, ellenállóbbá és termőbbé teszik a napraforgót. Hibrid. Vagyis, hogy valamiképpen belenyúlnak a növényekbe. Kell-e miatt aggódnunk? Ez egy teljesen természetes folyamat, ez természetesen is történik. Hiszen ahogy a környezet változik, minden élő szervezet, legyen az bármilyen szintű élő szervezet, egészen az emberig, a baktériumtól vagy a vírustól, amit manapság már nem kell külön elmondani, minden adaptálódik ehhez. Ebből azok a típusú változások maradnak meg, amik a fejlődést segítik, és ami ezt nem segíti, azok gyakorlatilag elhalnak. Amit a nemesítés ebbe hozzátesz, az egy tudatos figyelés és egy tudatos kiválasztása ezeknek a pozitív változásoknak, és ez tulajdonképpen eredményezi azt, hogy egy gyorsabb fejlődés felé tudunk mozdulni a nemesítésen keresztül. Jut is eszembe, a magokról beszéltünk Mátéval is, de mit is mondott a termelő? Gyakorlatilag ez az alapja neki, tehát egy jó genetikát kell, jó vetőmagot kell választani a megfelelő tájegységhez, talajtípushoz, klimatikus viszonyokhoz, és ha megvan ez a kiinduló alapunk, a jó genetika, amire megmerem kockáztatni, hogy az összhozamban ez egy 50-60%-ot biztos, hogy jelent. És akkor mi az a 40-50%, amit még hozzá kell tenni a sikerhez? Ez egyrészt a talajélet intenzitás növelése, a talaj szerves anyag tartalmának a növekedése, az egész tápanyag gazdálkodás, a talajstruktúra javítása. Ez egy nagyon komplex és ugyanakkor rendkívül sok potenciált rejtő dolog. Nyilván a genetikai háttért, tehát a hibrid választás az továbbra is nagyon fontos, hogy mindig a legújabb, legjobb genetikai ajánlatot válaszza a termelő, és utána meg kell védje a növényt. A kártevők elleni harcban a növényvédőszerek a gazdálkodók szuperhősei a földeken. Ugyanakkor talán éppen ezek miatt éri a legtöbb támadás a termelőket. Érdekelt, hogy vajon jogosan-e? Mivel én is egy gyermekes családapa vagyok, nekem is fontos az, hogy a gyermekeim egy olyan környezetben nőjenek fel, meg olyan terméket egyenek, amelyek gyakorlatilag nem tartalmaznak semmiféle negatív hatású növényvédőszer, de természetesen azt is tudomásul kell venni, hogy a növényeket ugyanúgy meg kell nekünk gyógyítani, mint ahogy az embert meg kell gyógyítani, és gyakran lehetne nevezni ezeket a termékeket növényi gyógyszereknek is, és sok esetben egyébként tényleg gyógyszereket lehet nevezni, analóg az ember által felhasznált gyógyszerekre. Utána kerestem egy kicsit, tényleg nagyon szigorú a szabályozás. Mire egy növényvédőszer a polcokra kerül, 10-12 évig tesztelik. Ellenőrzik, hogy semmilyen káros anyag ne lehessen benne, se a természetre, se az emberekre. A teszteket független szervezetek végzik. Sok anyagot vissza is dobnak, aztán ha mégis piacra kerülhet a szer, utána is komoly kontroll alatt tartják. Nem veheti meg bárki, a felhasználást jelenteni kell, és a végtermékeket is tesztelik. Maga a felhasználást is olyan szigorú keretek közé szorítják, amely, én azt mondom, hogy megakadályozza azt, hogyha szakértő ember végzi el a kijuttatást, meg betartja azokat a jogszabályokat, előírásokat, amelyek az engedélyezetés során felmerülnek, illetve előírnak, akkor gyakorlatilag kizárható teljes mértékben
akár a környezetre gyakorolt negatív hatás, akár az emberre való negatív hatás. De ha így van, és ennyire szigorú a rendszer, akkor mégis hogy lehet a hírekben többször is polcokról visszahívott termékekről hallani, amelyekben túl magas arányban voltak káros anyagok? A szabályok be nem tartása játszik szerepet, tehát az emberi tényező egyébként. Ha be vannak tartva a szabályok, ezek nem fordulnak elő. Általában nem tartják be a várakozási időket, tehát hamarabb leszedik a terméket, túldozírozzák valamilyen úton, módon. Tehát valamilyen szabályt, ami elő van írva, ez nincs betartva, általában ezek fordulnak elő, vagy általában ezek szoktak lenni az okok a háttérbe. Vagyis sokszor türelmetlen a gazda, hamarabb túl szeretne lenni a vegyszerezésen, pedig ezzel éppen, hogy nem több, hanem kevesebb terménye lesz. Márpedig hiába sokfélék a termelők, egy valamiben egyformák. A termelők különbözőek, de összességében azt folyamatosan érezzük, hogy óriási az igény arra, hogy egyre produktívabb, egyre termőképesebb, egyre biztonságosabban termelhető növényeket hozzunk létre, hiszen az ő részükről egy óriási beruházás történik minden egyes évben, meg az általános költségekbe is, aminek biztos megterülését kell keressék. Már látjuk azokat a hibrideket, amik még nincsenek kereskedelmi forgalomba, de már mi látjuk a nemesítésből jövő új generációkat, amik rendkívül biztatóak. A technikai tudás tehát adott, hogy jó legyen a termés, és az elmúlt évek is azt mutatják, hogy van ok a bizakodásra, főleg a napraforgóolaj területén. Számunkra nagyon fontos a napraforgóolaj. Ugye a Syngenta az olaj napraforgó vetőmag piacán piacvezető, 60% fölött van a piaci részesedésünk, és ugye ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 400 ezer hektár körüli területen termesztettek a termelőink Syngenta hibrideket, napraforgó hibrideket, ez 6-szorosa a Budapest területének. Ha csak a dugókat nézzük, már egy Budapest se semmi. De komolyra fordítva a szót, nem csak hogy nagy területen terem sok napraforgó, hanem egyre magasabbak a hozamok is. Néhol van, hogy 7-8 tonnás pillanatnyi értéket mutatnak a hozammérők a kombájnokon. Ez persze pillanatnyi adat, de az országos átlag is 3 tonna körül van jelenleg. Ami nyilván a napraforgó hibridek magas termés potenciáljának köszönhető, és nem mellesleg a termelőinknek a technológiai fegyelme és szakmai tudása, ami ehhez hozzásegíti Magyarországot. És akkor mindezek után lássuk, illetve halljuk, hogy mi lenne az az államérték, amit a gazdáknak és a vetőmag előállítóknak közösen el kellene érniük. Mi kitűztünk egy célt, ami sok termelőt megdöbbent, ez a 6 tonna per hektár. Mi azon vagyunk ezzel a programmal, hogy ezt teljes táblaszintre tudjuk kiterjeszteni, tehát kutatjuk, keressük, hogy itt miért ennyivel magasabb, máshol miért nem. Van egy új programunk, ennek az a célja, hogy a termelőkkel közösen még jobban megismerjük a napraforgó termesztést, azokat a kihívásokat, amikkel folyamatosan szembesülnek, és ezáltal együtt tanuljuk úgymond, és együtt tudjuk továbbfejleszteni, finomítani a technológiai elemeket, hogy a magas terméspotenciál, ami a hibridjeinkbe adva van, azt minél inkább ki tudják aknázni. Ehhez sok minden kell, a digitális eszközöktől a talajba juttatott megfelelő anyagokon át a háttérben végzett űrtechnikát is meghazudtoló labormunkáig. Ezekről is szó lesz a következő részekben. Tartsanak velünk akkor is!